csomagtartónyi adományt hoztak Királyhidáról. A tanszereket a vásárhelyi roma gyermekek kapják meg. Megtisztították az Erzsébeti utat a Királydinnyétől. A szúrós termés még a vastagabb bicikligumikat is kiszúrhatja. Két kiemelt aranyminősítéssel gazdagodtak a nyáron. A legújabb koreográfiával tarolt a Szépkorúak tánccsoportja. Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, a híradót látják, Borbás Ildikó vagyok. Műemléki helyreállítás kezdődött a Bethlen Gábor Református Gimnáziumban Hódmezővásárhelyen. 13 nyílászárót cserélnek ki az eredetivel megegyező anyagú, díszítettségű és vashalatú ablakokra. A beruházásra 20 millió forintot fordít a fenntartó. A helyreállítás során a Modern Városok programban megalkotott részletes tervdokumentációt követi az iskola, mondta Králik Csaba. Meg tudom mutatni, hogy az eredeti nyílászárokon is meglévő élfózolásokat, a fogazásokat egy az egybe követtük. Az eredetivel megegyező új nyílászárók várják, hogy beszereljék őket, a régiek pedig már az udvaron pihennek. Hetek óta műemléki helyreállítás zajlik a Bethlen Gábor Református Gimnázium több termében. A tanáriba például már bekerültek az új ablakok, összesen pedig 13 nyílászárót cserélnek ki tanévkezdésig. A műemléki védettség teljes mértékben kiterjed a nyílászárókra is, ami azt jelenti, hogy elvileg egy arányban és mértékben és módon reprodukálni kell az eredeti szerkezetet, amennyire lehet az eredeti anyaghasználatot, amennyire lehet az eredeti asztalos szakipari munkát, a vasalatokat. A gimnázium műemléki rekonstrukciója és bővítése a Modern Városok programban is szerepelt, azonban forráshiány miatt nem valósult meg. A fenntartó ótemplomi református egyházközség a felújítások során az elkészült tervdokumentációkat követi, ebbe illeszkedik bele a mostani 20 millió forintos helyreállítás is. Figyeljük azokat a terveket, amik a Modern Városok program idején készültek a gimnáziumnak a műemléki rekonstrukciójáról és bővítéséről. Tehát azokat a terveket ilyenkor elővesszük, és onnan indulunk, hogy azokat a műszaki dokumentációkat vesszük elő, azok alapján igyekszünk eljárni. A műemléki helyreállításban amellett, hogy az előregedett nyílászárókat újakra cserélték, a termek energetikája is javult. Az új ablakok ugyanis több rétegű üvegezést kaptak, így jobban szigetelnek, mint a régiek. Megérkeztek az ingyenes tankönyvek a vásárhelyi Domonkos nővérek Liszt Ferenc Énekzenei Általános Iskolába is, ahol két első osztályt indítanak a 2024-25-ös tanévben. A kisdiákokat összekészített könyvcsomagokkal várják a szeptember 2-án kezdődő tanévben. A könyvtárellátó non-profit Kft. Idén augusztusban országszerte megközelítőleg 13 millió tankönyvet és 70 ezer oktatási segédeszköz szállít ki 1,2 millió diáknak 4100 iskolába. Vásárhely testvérvárosaiból 6 településről 15 vendég érkezett a 18. borfesztiválra, köztük a dél-szerbiai Szokobánya delegációja. A településsel 2 évtized után nemrégiben sikerült újra felvenni a kapcsolatot. Az osztrák Királyhidával pedig tavasszal írta alá Vásárhely a hivatalos testvérvárosi megállapodást. A küldöttség ezúttal egy csomagtartónyi tanszeradománnyal érkezett városunkba. Az idei borfesztiválon hosszú idő után először fogadhatta Vásárhely ismét Szokobánya kétfős delegációját. Szerbiai testvérvárosunkkal utoljára a 2000-es évek elején volt aktív kapcsolat. Már 20 éve annak, hogy senki nem jött tőlünk ide, vagy Hódmezővásárhelyről hozzánk. Mind Vásárhely vezetése, mind szerbiai barátaink egyetértettek abban, hogy ezentúl gyakrabban fognak találkozni, és már el is kezdték a közös gondolkozást az együttműködésről. Sok olyan terület van, ahol együtt tudnánk működni, kapcsolatot teremteni, például remélem az Európai Uniós Testvérvárosi Együttműködési Programban is.
Az államalapítás ünnepén a Városházán rendezett protokollfogadáson Vásárhely vezetése nem csak Szokobánya küldöttségét üdvözölte, de öt olyan más testvértelepülésről érkező vendégeket is, akikkel városunk már régóta jó kapcsolatokat ápol. Így ellátogatott hozzánk Baja alpolgármestere Hajdú Miklós, de jöttek hozzánk a részben magyarok lakta romániai Tordáról, a litván Kelméből, német testvérvárosunkból, Hechingenből, valamint Bruckneidorfból, magyar nevén Királyhidáról is. Osztrák barátaink nem csak a szokásos protokoll ajándékkal érkeztek, de egy egész csomagtartónyi adományt, különböző iskolai felszereléseket, iskolatáskákat, tolltartókat, színes ceruzákat hoztak, valamint pelenkákat és tartós élelmiszert is, amelyel a vásárhelyi hátrányos helyzetű roma gyerekeket szeretnék támogatni. Azért hoztuk el mindezt, mert annyira jó érzés, hogy mindig, amikor idejövünk, az itteni barátaink barátaikként fogadnak minket. Örömmel tölt el, ha ennek a megbecsülésnek, amit itt tapasztalunk, legalább egy kis részét viszonozni tudjuk. Azért óriási gesztus tőlük, mert így is akarnak hozzájárulni ahhoz, hogy Hódmezővásárhelyen élő cigányok, illetve azok a gyerekek, akik majd megkapják ezeket a tanszereket, illetve tartós élelmiszereket, azok előre tudjanak lépni. És ezúton is nagyon hálásan köszönjük nekik ezt az óriási gesztust. A Bruckneidorfi polgármester és alpolgármester nagy lelkű magánadományát a Cigány Nemzetiségi Tanács nevében Berényi Károly és Tóth István vették át, akik továbbítani fogják azt az októbertől felálló Vásárhelyi Cigány Önkormányzat részére. Újra beválasztották a Klímanocska programot az Edison 100-as listára, amely hazánk leginnovatívabb oktatási-nevelési kezdeményezései gyűjti össze. Bozókiné Szabó Ildikó szerint az győzte meg már ötödik alkalommal a szakmai zsűrit, hogy a gyermekek logikai készsége, kreativitása és életviteli kompetenciája is fejlődik a vásárhelyi komplex környezetvédelmi szemléletben. Olyan tárgyakkal bővítette a szabadságtéri óvoda eszközparkját, amelyekkel a gyerekek a szabadban is tevékenykedhetnek és természettudományos megfigyeléseket végezhetnek. Ez a tanulási forma is sokat nyomott alatba, amikor a szakma a Klímanocska programot újra a legjobbak közé emelte. Az Edison 100 listára választották ötödik alkalommal a Klímanocskák programot. Ez egy olyan lista, százas lista, ahol van Magyarország innovatív és gyermekbarát kezdeményezéseit, oktatási nevelési programjait gyűjtik össze, bölcsödéskortól egészen a középiskoláig, egyetemig. Nagyon-nagyon boldogok vagyunk, hiszen erről a listáról is, tehát évente újítják, és olyan szakemberek vannak a zsűribe, akik pszichológusok, oktatási, nevelési szakemberek, illetve aminek nagyon-nagyon örülünk, hogy az ELTA óvodapedagógiai szakáról is van a zsűriben bent egy szakember. A Klímanocska program a fenntarthatósági mezőnyben a legjobb 8 között szerepel. Hogy Vásárhelyre kerüljön a közönségdíj, szeptember 6-áig lehet szavazni. A mi programunknak a kiemelkedő részét abban látják a szakemberek, hogy a logikai készséget, a kreativitást és az életviteli kompetenciákat fejleszti egy olyan közös nagy programcsomagban, oktatási nevelési programban, ami szinte egyedülállónak számít Magyarországon. A szeptemberben kezdődő új tanév azért lesz fontos mérföldkő a szabadságtéri intézmény számára, mert az Klímanocska bázis óvodává válik, ami az eddigiekhez képest még szélesebb körű szakmai közösségépítést tesz majd lehetővé. A megszáradt királydínje apró termése könnyen kiszúrhatja a vastagabb bicikligumikat is. Ez a növény Újvároson jelenti a legnagyobb problémát a kerékpárosoknak, ezen belül is az Erzsébeti úton a nagy forgalom miatt. A frekventált szakaszt péntek délelőtt lekaszálták a HMZRT munkatársai, és egy patkatisztító, valamint egy útsöprőgép segítségével az összes kártékony növényt eltávolították a bicikli út közeléből. Ez a növény a királydínje. Vásárhely több pontján is előfordul, és gyakran fejtörést okoz a kerékpárosoknak. Kemény hegyes termése ugyanis könnyen kiszúrhatja a bicikligumikat. Ezért dolgoztak pénteken is gőzerővel a munkagépek az Erzsébeti úton.
Ez a szárazabb időjárás, ez valószínűleg, hogy a királydinnyének kedvez, hiszen ez jellemzően a homokos területeknek a jellemző növénye, illetve a vasúti sínek mellett van ebből nagyon-nagyon sok, és nagyon jól bírja a szárazságot, nagyon-nagyon jó szárazságtűrő növény, és minél szárazabb a termése, annál jobban szúrós, annál hamarabb okoz károkat, mondjuk esetleg a gumikban is. Az elmúlt hetek csapadékszegény időjárása miatt pedig megkeményedett a királydinnye termése, így az írtásuk különösen a frekventált kerékpáros szakaszok mellett halaszthatatlanná vált. Leginkább itt ezen a részen, itt az újvárosi részen, itt meg az Erzsébeti úton, a Széchenyi tértől kezdve jelentkezik ez a királydinnye probléma. Évek óta küzdünk ezzel, mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez minél kevesebb bosszúságot okozzon. Folyamatosan írtjuk. Hát jelentős munkaerőt vezénylünk ide ilyenkor. Tehát itt lehet látni, hogy ugye lekaszáljuk, levágjuk a területet, aztán utána végigmegy a söprősgép a járdán, és már most kihoztuk ide az útpatkatisztítógépet is, ami fel is szívja ezeket a tüskéket, és akkor így remélhetőleg talán kevesebb problémát fog okozni. A fűkaszások, a seprő és patkatisztítógépek az Erzsébeti úti kerékpáros nyomvonalat péntek délelőtt teljes hosszában megtisztított, hogy a királydinnye szúrós termése ne jelentsen problémát a közeljövőben a kerékpárosoknak. Komoly értéket képvisel a Szépkorúak tánccsoportja, amely az elmúlt hónapokban 2 rangos elismerést is kapott országos megmérettetéseken. Eddig 1 ezüsttel, 10 arannyal és ugyanennyi kiemelt aranyminősítéssel büszkélkedhet a társaság. Némi pihenés után a tagok a nyár utolsó hetében újra táncos cipőt húznak, és elvonulnak táborozni, hogy tovább erősítsék a csapategységet. A Szépkorúak tánccsoportja is színesítette az idei augusztus 20-ai forgatag fellépőinek sorát. A BFMK mellett felállított kis színpadnál a vidám szilárdsági tánccal is megörvendeztették a közönséget. A társaság nem tétlenkedett az év első felében, hiszen a Hontravel Ki mit tudjáról, valamint az Országos Nyugdíjas Szövetség versenyéről is kiemelt arany minősítést hozott haza, így tovább tudta gyarapítani elismerései számát. Ez nagy öröm számunkra. A tánccsoportunk 13 éve van együtt, dolgozunk szorgalmasan, és eddig elért eredményeink 1 ezüst minősítés, 10 arany és 10 kiemelt arany minősítést tudunk magunk birtokában. A csoport az idei sikereket ezzel a legújabb koreográfiával ért el, amelyet szintén Törökné Tárkányszűcs Katalin vezetésével tanultak meg a táncosok. Nyáron jutott egy kis idő a pihenésre is, de hamarosan visszatérnek a rendszeres próbák, ám előtte még lehetőségük lesz tovább fejleszteni tudásukat is. Augusztus 26-ával megyünk egy tánctáborba, ahol aktívan táncolni fogunk, és annak örülök, a tánccsoport 24 tagú és 22-en ott leszünk. Úgyhogy szinte mindenki ott lesz, tudunk együtt táncolni, bulizni, kirándulni, együtt társas játékozni, együtt csapat építeni. Mivel a hagyományőrzéssel az autentikus viseletek is együtt járnak, ezért a Szépkorúak tánccsoportja arra is nagyon ügyel, hogy minden koreográfiához társuljon megfelelő öltözet is, ahogyan a felcséki táncokat is a hozzá passzoló polgári ruhában lejtették a sétáló utcán. A Vásárhelyi Televízió híradóját látták, most jön az időjárás előrejelzés. Előzetesen annyit, hogy az egész országban holnaptól másodfokú hőségriasztás lép életbe augusztus 30-án éjfélig a következő időszak tartósan meleg időjárása miatt. Majd a Kultikum következik Vas Ramónával. A mai kulturális magazinban az Omega és az Experience pazar zenés táncos előadását, a Gyöngyhajú lány balladáját ismerhetik meg, majd megmutatjuk, hogy szóltak a konfetti eső és tapsvihar kísérte új és régi republik dalok, melyeket a zenészek együtt énekeltek a vásárhelyi közönséggel. Híradóval pedig hétfőn 17:30-kor jövünk legközelebb. Köszönöm egészheti figyelmüket, viszontlátásra!